Mióta Eto az Eto, azóta a Berettyóújfalunak bajnoki döntőben nem sikerült felülmúlniuk a zöldfehéreket. Arról már korábban beszámoltunk, hogy az idén csalódást keltő bajnoki ezüstérmes Rába Eto a szegedi Dürgő Péterrel és Hegyesi Zsolttal, no és egy sor utánpótlás válogatottal erősíti meg keretét. A spanyol Huanrát leszámítva a légiósokkal is szakítottak a zöldfehérek. Úgy tudjuk, a klub előjárói Huanrával együtt három főben maximalizálták a külföldiek számát. Melléjük érkezhet még egy fiatalember a spanyol Inter Movistarból, aki Győrben folytatja tanulmányait. És újra vezethet az Eto, vezet is! Carlinhos! Apropó Huanra, pletykákból úgy tudjuk, hogy az Európa bajnok és BL győztes spanyolra játékos edzőként számított volna a klubvezetés, és Büksi Zsolttal irányította volna az együttest. Huanra azonban még játszani szeretne, így nem vállalta el a felkérést. Ezeket az értesüléseinket sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánták a zöldfehérek. Dr. Drucskó Zoltán ügyvezető elnök úgy fogalmazott, karakteres csapatot szeretnének építeni. Rövidesen lejár a nevezési határidő, és egyelőre David Madrid az első csapat vezető edzője. A magyar magból Lódi Tamásnak és Balázs Zoltánnak élő szerződése van, Drót Zoltánnal megállapodtak, és egyedül Harnis Ákos jövője kérdéses. A fiatal játékosnak több ajánlata is van, vele még tárgyalnak a klubvezetők. A Rába Eto futszálosai a július 21-i héten kezdik a felkészülést a Győr-Szent Iváni Molnár Vid Bertalan közösségi házban, és a magvasi csarnok átépítése miatt ősszel ott is játsza bajnokiait az együttes.